Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt az ECGitesztek. Ebben a videóban a Kengertech ProTank 3-asával fogunk megismerkedni. Nézzük meg közelebbről. Nézzük akkor a Kenger ProTank 3-at. Amit találhatunk benne, az először is egy leírás, illetve egy papír, ami leírja, hogy hogy tudjuk ellenőrizni a készülékenket. Itt van egy kis lekaparható rész, amit a Kengertech oldalára, ha felmegyünk, akkor ott tudjuk ellenőrizni, hogy eredeti-e is, és ott tudjuk regisztrálni. Mit találunk még a dobozban? Egy EGO menettakaró, 2 darab 2 ohmos dual coil porlasztó. Itt csak azért van egy, mert a másikat én már használtam ugye a próba ideje alatt. És itt van maga a ProTank 1 darab drip tippel, így drip tip nélkül és menet nélkül 19x45 mm. Amit lehet tudni, hogy mivel másabb, mint az előző verziók, meg van erősítve az 5-10 csatlakozója, továbbfejlesztették a porlasztóját, és hőálló üveg van, mondjuk az előző verzióban is hőálló üveg volt. 2,5 ml az űrtartalma, viszont ugye, ja, még annyit el kell mondani, hogy ez a porlasztó nem kompatibilis, akár csak mondjuk a ProTank 2-vel sem, úgyhogy akinek ProTank 3-asa van, annak ilyen kazánokat kell venni, mint ami a készletben itt van és található. Nézzük meg közelebbről. Szétszerelése egyszerű. Itt alul letekerjük, és itt tudjuk fönt tölteni egészen levegőző csőig, mint említettem, nem tovább. Ha ezzel megvagyunk, akkor az összeszerelt alsó részt a kazánrésszel és a szilikondugóval fejjel lefele állítva beletesszük, és a menetes részbe szépen, óvatosan beletekerjük. Ha ezzel megvagyunk, akkor visszaállítjuk a talpára, hagyjuk egy kicsit pihenni, hogy megszívja magát az üvegszál, és hogyha ezzel készen vagyunk, akkor rátekerjük a modunkra, és pöfékelünk vele. Nézzük meg! Az előbb modot mondtam, de szerintem legjobb az lesz, hogyha először egy EGO-val próbáljuk ki a hozzáadott menettakarót. Szépen rátekerjük a EGO-ra, majd rátekerjük magát a ProTank-et, és megnézzük, hogy ezzel hogy muzsikál. Teljesen jó lesz ezzel is. De azért én rárakom az előző videók egyikében bemutatott Vapor Sharkra, és megnézem, ez tényleg 2 ohm, megpróbáljuk 8,5 watt-tal. A dual coil miatt nagyon szép a füstje, mennyisége,
illetve az íze is jó. Jó, egy kicsit lehetne intenzívebb számomra, de egyébként semmi bajt nem érzek vele. Nem, nincs ez semmi gond. Azt érdemes tudni ezekről az alsó fűtőszálas prótenkekről, hogy nem szeretik, hogyha üresek, illetve üres közeli állapotban vannak. Többször én is beleszaladtam, és akkor jött az, hogy elkezd szörcsögni, elkezd folyni, hogyha úgy tartjuk a szánkba, akkor érezzük a likvidet, hogy szívjuk szépen fölfele. A ProTank oldalán is, és hát a Kengertek oldalán is fönt van, hogy ajánlott a likvid mennyiséget mindig egyharmad rész felett tartani, hogy a felső légrugó, illetve a vákum segítségével megtartsuk azt a szintet, amikor nem dől rá a kazánra a likvidünk. Hogyha ezt betartjuk, akkor nem lehet vele problémánk. Én egyszer-kétszer belefutottam, azóta ezt mindig, hogyha fele alatt vagyok egy picivel, akkor fordítom, rátöltök, és azóta nincs olyan problémám, hogy szörcsögne vagy megfolyna. Magának a kis kazánnak az élettartama, az, ezt mindig elmondom, de most is elfogom, hogy ugye erősen függ attól, hogy ki mennyit pöfékel, milyen gyakran, milyen löttyökkel, milyen aromával, milyen ízesítésű, de a gyártó elmondása szerint 10-20 nap közé tehető egy ilyen kazán élettartama. Azzal ne variáljatok, hogy elkezditek mosni, meg pucolgatni. Szerintem többet ér az embernek az ideje annál, hogy ilyenekkel szórakozzon. 10-20 nap, tehát akkor azt mondom, hogy mondjuk 2-3 hét, 3 hét inkább az, amit gond nélkül kibír. Ha érezzük, hogy csökken a füst, illetve gőz mennyisége, tompulnak az ízek, akkor fogjuk és kicseréljük egy új kazánra, és újra eregetjük a gőzt tovább. Nézzük pró és kontra. Kontra. A ProTank 3 kazán része nem kompatibilis az előző verzióval. Tehát, hogyha nekünk van egy ProTank 2-esünk, akkor abba csak az ahhoz való kazán jó. Ez igaz erre is. Ha ehhez betekerünk egy ProTank 2-est, az nem lesz jó a kazán része. Ehhez. Következő negatívum. Ezt nem lehet sose üresre szívni. Egyharmadig minimum kell lenni löttynek benne, különben elkezd szörcsögni. Mi lehet még a negatívum? Más negatívum így hirtelen nincs. Pozitívum. Üvegpalást, bármilyen likvidet bele tudunk tölteni, akármilyen citrusos, fahéjas, vagy bármi más, ami egyébként a plexit repeszteni. Nekem tetszik nagyon a formája, a kidolgozása. Tetszik a kialakítása, a doboz, a hozzáadott útmutató részletessége leírja, hogy milyen ellenállású kazánokkal, milyen feszültségértéken van értelme meghajtani. Gyönyörű leírás rajta, hogy kell szétszedni, hogy kell tölteni. Egómenet takaró, tehát hogy egy ilyen egón is szépen mutasson. Mindenféle regisztrációs kód, amivel ellenőrizni tudjuk, hogy eredeti a készülékünk. Tehát, hogyha egymás mellé teszem a prót és a kontrát, akkor erősen billen a mérleg nyelve a pró felé. Kinek ajánlom? Azoknak ajánlom, akik nem túl sokat pöfékelnek. Én nem ilyen vagyok, tehát nekem ez a napi 8-10 milli az lazán elmegy, ezzel viszont rengetegszer kéne újra töltenem. Aki mondjuk napi 2-3 millivel el tud szórakozni, annak ez jó választás lehet, egyszer tölti naponta újra, és
minden gondja megoldódik. Amellett szerintem nagyon mutatós, mondjuk pont nem ezen, de megnézem mindjárt. Tehát még egy ilyen egón is jól tud mutatni a történet. Én azt mondom, hogy nálam ez a tetszett kategória. Remélem tudtam segíteni a videóval a döntésben. Sziasztok!